Nagydarog különben egy szintiszta református község volt. A katolikusság a 19. század elején jelenik meg Nagydarogon, méghozzá akkor, amikor a Széchenyi család tulajdonába kerül. Nagydarog és a mellette lévő két puszta, Bezzeg puszta és Földes puszta, és a hosszú ideig nagyon korán templomot tudnak építeni, még a türelmi rendelet kiadása előtt, a ma is látható templomot, nagyon hosszú ideig a Tolnai Egyházmegyének az egyik legerősebb gyülekezetéről beszélünk. 2000 vagy közel 2000 tagja volt a gyülekezetnek, meg hát mellette a sok gyermek, meg minden, akik nem számítanak tagnak, viszont ez a létszám sajnos fogyott.